Kérem a vezetőn légutas kísérőt, kabinban. 10 perc múlva előkészített leszállást hajtunk végre a tengeren, készen a szállás, technikoknál. A súlypontjai helyzetért kérlek, hogy az utasítanak a baloldalra a jövésére. Az esély 80%-a víz 28 fok és 4 méter mély. Hölgyeim és uraim, a vezető légutas kísérő beszél, figyelmüket kérem. A kapitány utasítására tájékoztatom magát, hogy a technika okok miatt vízre történő kékszerveszállást tartunk végre 10 perc múlva. Képzettek vagyunk az ilyen helyzetek kezelésére, őrizzék meg magunkat, és figyeljenek a légutas kísérőre. Távolítsanak el minden szúróvágó tárgyat, ékszert, tollat. Vegyék le a tűsarkú cipőt, vegyék le a nyakkendőt, sállat. Minden tárgyat tegyenek a kézipodgyászukban. Leszállás előtt vegyék le a szemüvegeket, és tegyék zsebükbe, vagy az okniukba. Az ülésre rámolni tilos. Vegyék elő a mentő mellé az ülések alól. Vegyék ki a tasakból, bújtassák át a fejüket, az öveket rögzítsék erősen a verekükre. A mellé a gép elhagyása után kell felfújni. Amint elhagyják a gépet, húzzák meg a két piros fület, hogy felfújjon a mellé. A mellén a szelepeken keresztül is felfújt. A kapitány jelzi a biztonságos teszthelyzet felvételét közvetlenül a leszállás előtt és a légutas kísérők is erre fogják utasítani őket. Biztonságos teszthelyzetet felvenni a nyitasítást hallják, tegyék a következőket. Talpak a talajra. Keresztessék a karjukba, az önök előtti idősen. Hajtsák a fejüket a karjukba. Maradjanak ebben a helyzetben a repülőgép teljes megállására. A kapitány az utasokat és a hadon felfelszítettünk, leszállást a kőszámára. Terjesztő ütlet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biztonságra tesszük felvenni! Nézzek! Nyissák ki az ezeket! Nézzel a fajás! Repülőgépet fogja minden repülőgép oldalát. Le a fej, le! Gyorsan, fújja fel a nevet, indulja! Gyorsan, gyorsan! Sikerült megmenteni az utasokat, és most már csak az alakulatokra várom. Ha valaki légiutas kísérőnek jelentkezik, akkor nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelnie. Ha aztán felvételt nyert, akkor részt vesz egy úgynevezett alapképzésen. Az alapképzésen megtanuljuk a repülőgép például biztonsági berendezéseit is, elméleti, illetve gyakorlati képzések során. A mentési gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy az elméletben megtanultakat a gyakorlatban tudjuk úgymond megpróbálni, kipróbálni. Tehát hogyan nyitjuk ki az ajtót, hogyan veszünk föl például egy mentő mellényt, ahogy itt az előbb is lehetett látni a vízimentési gyakorlat során. A vízimentési gyakorlat is a mentési gyakorlat része. A nemzetközi előírások azt követelik meg, hogy 3 évente sor kerüljön minden légitársaságnál egy ilyen vízimentési gyakorlatra. A vízimentési gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy a kollégáink készségszinten tudják azt, hogyha bármilyen a normáltól eltérő helyzetre sor kerül, hogyan reagálnak, mihez nyúlnak, melyik biztonsági berendezést használják, természetesen annak érdekében, hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban mentsük ki az utasokat a repülőgépből. Vízimentésre nem került sor még a malév életében. Tehát amikor ezeket a berendezéseket, a tutajt, a csúszdát, ahogy az előbb láttuk, használni kellett volna. Ahogy az elmúlt időszakban történt egy szerencsés kimenetelű baleset, az American Airlines légitársasága Hudson Riverre New Yorkban kényszer leszállt. A kapitány lélek jelenlétének köszönhetően teljesen úgymond sérülés nélkül. A későbbiek során természetesen ez másképp alakult, viszont azt lehetett látni a felvételeken, hogy a légiutas kísérők az utasokat minden baj és probléma nélkül teljesen nyugodtan ki tudták terelni a repülőgép szárnyára, és ott várták meg azt, hogy a mentő alakulatok megközelítsék a repülőgépet, és biztonságosan a földre juttassák őket. Én azt hiszem, hogy ez többek között annak köszönhető,
hogy a repülés ma már mindennapos dologgá vált. Egyre több ember repül, van, aki gyakrabban repül például, mint ahogy beüljön egy autóba, vagy felszálljon egy vonatra. Az utasok sokkal jobban tisztában vannak a biztonsági berendezésekkel, miket kell követniük a fedélzeten. A légiutas kísérők pedig annyira képzettek, és annyira jól tudták ezt a mentést végrehajtani, hogy ahogy a képeken láthattuk, a filmeken láthattuk, gyakorlatilag senki sem sérült meg.